Négy éve egy sajtótájékoztatón forgatott az RTL híradó Landos Csabával. Az üzletember évekig volt a Róbert Károly magánkórház tulajdonosa. Most a növekedés.hu-nak nyilatkozott arról, hogyan látja a magyar állami és magánegészségügyet. Egyebek között arról beszélt, idézem, a legmenőbb orvosok itthon is megkeresnek 4-8 millió forintot, egy jó szakorvos gyakorlattal 1 millió nettót hazavisz, nálunk is hazavittek ennyit, és hozzáteszem, hogy legálisan leadózva, nem a zsebbe dúdosva a pénzt. Beszélt az úgynevezett orvosbárókról, akik a hálapénzből gazdagodnak meg. Azt mondta, vannak, de nem eltüntetni kell őket, hanem kiegyezni velük. Én nagyjából 400 főre teszem a számukat. Szerinte óriási a különbség az ellátás minősége között a különböző kórházakban. A véletlenen múlik, konkrétan azon, hogy hol lakik, hogy ő személyesen melyik orvoshoz kerül. Csapnivalóan rossz, de a legjobb ellátást is kaphatja. Az informális kapcsolati hálón keresztül, illetve hálapénzzel próbálja a vásárló a hallomás alapján számára legjobb orvost megtalálni. Az üzletembert ma hiába kerestük, adásunkig nem értük utol. Dénes Tamás, a rezidensek és szakorvosok szakszervezetének elnöke szerint reális, amit a volt kórház tulajdonos mond. Tényleg kereshetnek állami szektorban orvosok milliókat, persze főként hálapénzzel. Hogyha egy műtét 300-400 ezer forint hálapénzt jelent, és egy adott orvos minden nap operál egyet, akkor az így jön össze. Szorozzunk. Tehát, hogyha valaki keres 1,5-2 millió forintot hetente, akkor az mondjuk akár 8 millió forintot. És vannak az egyéb járulékos juttatások cégektől. Dénes Tamás szerint úgy kellene megemelni a szakorvosok fizetését, hogy nettó 1 milliót legálisan is megkereshessenek az állami szférában. A minisztériumtól azt írták, vannak orvosok, akik állami alkalmazásban állnak és állami fizetést kapnak, mások az állami helyet vagy amellett további munkákat vállalnak, így jövedelmük is többszörös lehet. Azt is írják, mindent megtesznek, hogy javuljon az állami ellátásban dolgozó orvosok megbecsülése. Példaként említik, hogy 2,5-szeresére emelkedtek az orvosbérek 2010 és 2017 között.